Már az ötödik percben megszerezte vezetést a vendégtolna. Egy hosszú előreibelés után Pál Achilles a jobb oldalon hátrányba indulva mégis lefutotta a védőjét, és mintegy 8 méterről a kapu jobb alsó sarkába helyezett 0-1. Szinte egy kapuztak a csapatok, állandóan a kölesdi térfélen folyt a játék, percenként gólveszély alakult ki a hazai kapu előtt. A következő tolnai gólra mégis 20 percet kellett legalább várni. Megint jobbról jött a beadás, megint Királyházitól, és a középpen érkező előbbi gólszerző Pál Achilles volt újra közelről eredményes. 0-2. Az első félidő utolsó percében megfordult az addigi szerep, már ami a tolnai gólokat illeti. Ezúttal Pál, mint előkészítő jeleskedett, ő adta a gólpaszt eddigi kiszolgálójának, Királyházi Bencének, így 3-0 volt az állás 45 perc játék után. Fordulás után, a meglehetősen szorványos kölesdi akciók végén, egy előregyűlés után a meccset végig unatkozó tolnai kapus Bildhéber hálójába került a labda, ám hiába. Batizi Pócsi Dániel ugyanis legalább másfél méteres lesen volt. Az 58. percben a sokadik jobboldali akció végén Sümegi Balázs elé került a labda, aki okosan emelt középmagasan a jobb sarokba 0-4. 2 percet kellett várni az újabb tolnai gólra, ami büntető után született meg. A vendégek kulcsemberét, Királyházit húzta ezúttal vissza a baloldali védő, Gazdag Attila, a 11-est immáron a harmadik gólját szerző Pál Achilles értékesítette. A bekapott ötöstől ökölvívó nyelven szólva még inkább padlóra került a kiesés ellen küzdő sióparti kis csapat. Így a hátralevő 20 percben, ahogy mondani szokás, egy méretes zakóba futott bele Kalmár Ferenc csapata. Mert hogy folytatódott a tolnai gólgyártás a meccsből még hátralevő 20 percben. Jött a negyedik Pál Achilles gól, így azt is mondhatjuk, hogy a kölesnek igazán Pál volt az Achilles sarka. Úgy tűnik, ennél a találatnál volt a legkönnyebb dolga a támadó középpályásnak, aki negyedszer is élt a más meccsen ritkán felkínálkozó lehetőséggel. 0-6, vagyis már fél tucat a kölesdi kapuban. A változatosság okán oldalt váltotta a tolna, ezekben a percekben a bal oldalon vezettek a kékfehérek különböző támadásokat, míg az első fél időben inkább a másik szélen gördültek az akciók. Egy szépnek mondható kényszerítő után Sümegi Balázs lépett meg a bal összekötő helyén, és helyezett a felkínálkozó bal alsó sarokba. 0-7. Az utolsó perc sem maradt emlékezetes momentum a futball savas borsát jelentő gól nélkül. A 8. tolnai találatot a csereként beállt Pesti Viktor helyezte a kapuba, Köles tolna 0-8, vagyis ebben a fordulóban megint gólarányt tudott javítani a bajnoki címvédő tolna, és a Tamási-Majosi botlásával följött a listavezetővé előlépett Bonyhád mögé a 2. helyre.